akár 440 forintra is emelkedhet az üzemanyag literenkénti ára a jövő év elejére, állítják a szakértők. A drágulást főként az Iránnal szembeni büntető intézkedések okozzák. Az Európába érkező olaj ára már 4 éves csúcson van. Az áremelkedés szerdán kezdődik, a benzinért 5, a gázolajért 6 forinttal kell többet fizetnünk. Nem örülök neki. Nem örülök neki. Kicsit jobban örülnék, ha kevesebb volna. Így reagáltak az általunk megkérdezett autósok arra, hogy szerdától a benzinára 5, míg a gázolajé 6 forinttal emelkedik. Így előbbi literéért átlagosan 402, utóbbiért 421 forintot kell fizetni. Ez azonban még nem a vége a növekvő üzemanyagáraknak. A szakértő szerint a jövő év elejéig 20-25%-os drágulás várható. Ezek a számok azok, amik a legtöbb elemző szerint érvényesek jelenleg. Megjelentek, mint az imént említettem, ennél még radikálisabb prognózisok. Tehát szó volt itt már 120 dolláros, 150 dolláros olajról is. Ez egyelőre azért a mértékadóbb elemzések azért nem szaladnak ennyire előre. Elemzők szerint ezúttal nem a devizaárfolyam változás miatt változnak az árak, hanem a világpolitika van befolyással a gazdaságra. Az Iránnal szembeni gazdasági szankciók miatt ugyanis a perzsa állam olajkitermelése radikálisan csökkent, amelynek hatására az Európába érkező Brent olaj hordonkénti ára a napokban döntötte meg a 4 éves csúcsot. Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy ne autóval közlekedjenek. Sokat lehet spórolni ugyanakkor, ha előre eltervezzük, melyik töltőállomáson tankolunk. A különböző kutak árai között akár 80-90 forintos eltérés is lehet. Én nem engedtettem meg magamnak, mert vállalkozásom is van, és hogy mindig jönni menni kell. De amúgy meg itt nagyon imádok tankolni, mert majd 15 évét tankolok is. Tehát azért egy picivel mindig egy kis, tehát mindig van egy kis ingadozás, tehát itt azért, mint a nagy, nem mondjuk, hogy melyik kutak, mert itt azért egy kis kedvezmény van. Az áremelkedés főként a dízelnél szembetűnő. Utoljára 2014-ben a nagy olajárzuhanás előtt volt ilyen drága. Az elemző szerint azonban ez a drágulás még mindig elenyésző a 2012-es szinthez képest, amikor 450 forint volt a benzin literenkénti ára. Az üzemanyagár drágulás azonban folytatódhat. A várakozások szerint a jövő év első pár hónapjában érhetik el az árak a csúcsot, akkor akár 440 forintot is fizethetünk 1 liter benzinért. A Híradóban Korvin Tibor riportját látták.